Október 17-e és 20-a között Kínában rendezték meg az ifjúsági, az U23-as és a felnőtt maraton kajakkenu világbajnokságot, ahol a City Gas Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület 16 éves versenyzője Csengeri Evelin Csonka Eszterrel együtt a második helyet szerezte meg. Csengeri Evelinnel és edzőjével, Virág Tiborral a kajaktelepen beszélgettünk. Nagyon örülök neki, hogy tudunk most már itt Magyarországon a kajaktelepen beszélgetni. Evelin, hogy érzed magad? Tiéd az első kérdés. Hát még teljesen nem sikerült visszaszoknom, még ma se tudtam annyira jól aludni. Nagyon fáradt vagyok, de remélem, hogy hamarosan ki tudom magam pihenni, és minden a régi lesz. Iskolával mi újság? Most igazolt hiányzó voltál, mikor kell most suliba menni? Igen, igazolt hiányzásom volt. Legközelebb csütörtökön kell majd iskolába mennem.
Akkor még a szerda ott van, egy kicsit pihenni, meg szusszanni, meg jól érezni magad. Mennyi maradt meg az éremátadás öröméből, vagy úgy folyamatosan boldog vagy, és repkedsz valahol a föld fölött? Az éremátadás az nagyon izgalmas volt. Most nem a dobogó felső fokán hallgattuk a magyar himnusz, de itt a második fokon is azért hatalmas élmény volt. Kaptunk ilyen furcsa sapkát, amilyen kínai sapka volt. Azt minden fényképezésnél fel kellett venni, és hát borzalmasan állt mindenkinek, úgyhogy nem készültek valami jó képek, de jó volt. Beszélünk természetesen a verseny közbeni élményeidről, de előbb akkor az edző Tibort kérdezem, hogy indult el a csapat? Gondolom a szövetség itt a munka nagy részét elvégezte. Két repülővel mentünk, 52 fős volt a magyar csapat, volt egy 40 fős különítmény, Evelin abban ment, és volt egy 12 fős kisebb csapat, én azzal utaztam. Ugye más útvonalon mentünk, más légitársasággal, a mi utunk volt a hosszabb. Mi elindultunk hétfőn kora reggel, hát mondhatni, hogy hajnalban, és kedden este 7-kor értünk oda, tehát nekünk elég hosszú volt. A Evelinéknek, hál' Istennek, rövidebb volt, nekik ugye ez a verseny miatt fontos volt, hogy minél kevesebbet utazzanak, de mondjuk ez így relatív, mert olyan 15-16 órát töltöttek csak a levegőben, és akkor még egy átszállás volt hozzá. És ott már Kínában, a Shaoxing nevű városban, ott egy szállodában volt az egész csapat, mind az 52 fő. Láttam néhány képet, azért ez egy nagy város, hatalmas felhőkarcolókkal, és nagyon szép fotókat is láttam, úgyhogy szép hely lehetett. A kínaiak elmondása szerint ez egy csendes, öregedő kisváros, csak 5 millióan laknak. Mondjuk igen, tehát mi egy 61 emeletes házban laktunk, tehát egyébként a lakótelep is 35 emeletes tömbökből állt, és azt néztük, hogy egy pár ilyen tömbben elférne a mi városunk, és hogy azért a léptékek mennyire másak, hogy ott az 5 millió az kicsi, és úgy tényleg, hogyha jobban belegondolunk, akkor kicsi, de mármint az ő szemükkel, mert úgy látva, hogy ott mondjuk 230 kilométer hosszan szinte egy város nyúlik el egész Sánkháig, és igazából nem is tudom, hogy hol van egyik városból a határ a másik városba, mert átmentünk a Hangzhou nevű városban, szállt le a repülőgép, ami nagyobb város, és aztán megérkeztünk Shaoxingbe, de én nem láttam, hogy valahol az egyiknek vége lett volna, a másik megkezdődött volna, úgyhogy igazából ott több 10 millió ember lakik ott egy rakáson. De nekünk szerencsénk volt, mert ahol mi voltunk, az egy ilyen teljesen élhető hely volt. Voltak parkok, rengeteg folyó, tó, csatornák, ez egy folyótorkolat, tehát igazából szép hely volt, azt mondom, és nem volt az a nyüzsgés, ami mondjuk a tévében látunk, hogy Pekingben nem lehet megmozdulni. Hol volt maga a verseny? Egy nagyon szép tó vagy tórendszer az, amit láttam? Egy tórendszernek mondanám, különböző csatornákkal, és elég izgalmas volt maga a pálya, nem is nagyon láttunk még ilyen pályát. Ott a kommentátorok, akik az élő közvetítést kommentálták, ők sokszoros világbajnok kajakosok, ők is azt mondták, hogy talán egyszer láttak életükben valami hasonló pályát versenyen, és ott a riportok alatt is a győztesektől mindig megkérdezték, hogy és a pálya milyen volt, hogy tudták ezt a pályát megoldani, mert elég bonyolult rajz volt, már eleve az, hogy mikor merre kell kanyarodni ebben a tórendszerben, mikor melyik szigetet kell megkerülni, melyik híd alatt kell átmenni, melyik bóját mikor kell kerülni és merre, mert még két körben, tehát volt olyan, hogy jobbra kellett ugyanazt a bóját, másik körben már balra, tehát így elég változatos volt a pálya, nem volt egyáltalán unalmas, de igazából senki nem tévedt el a 4 napos verseny alatt, úgyhogy és egyébként meg nagyon látványos és követhető volt így a verseny. Hogyan tudta Evelint vagy a többi edző a többi gyereket fölkészíteni? Magára a pályára? A pályára, igen. Hát az elején meg voltunk ijedve, mert még a szövetségi kapitány se tudta, hogy merre kell kanyarodni. Ott összedugtuk a fejünket és próbáltuk értelmezni. Aztán kitaláltuk, hogy van a pálya. Utána volt egy értekezlet, ahol a csapatvezetőknek a Nemzetközi Szövetség elmondta a pályát. Visszajött a vezetőnk és közölte, hogy amit eddig tudtunk, az rossz, mert most már nem arra kell menni, de ez még nem biztos, hogy holnap reggelig nem változik. Úgyhogy tulajdonképpen a verseny reggelén lett végleges. De
úgy elég jól sikerült megmagyarázni, meg úgy adta magát már a végén, már szinte természetes volt, hogy mikor merre kell menni. Annyit foglalkoztunk ezzel, hogy a végén már tudtuk oda-vissza. Evelin, hogy kell az ilyen bonyolultabb pályákat megtanulni? Lerajzoljátok és memorizáljátok? Vagy mi ennek a módja? Mi most úgy csináltuk, hogy néztük az előttünk lévő futamokat, és néztük, hogy merre mennek a többiek, hogy hol merre kell kanyarodni. Úgyhogy így tanulmányoztuk. De van, amikor csak egy ilyen rajzot nézünk meg, ami fent van a honlapon, vagy hogy ott merre kell, hogy kell. Ezek szerint azért ez, legalábbis Tibor szerint ez a bonyolultabb pályák közé tartozott. Okozott-e gondot esetleg verseny közben? Verseny közben nem, addigra már nagyon jól betanultuk. Hát amúgy nem volt annyira, nekem is nagyon kellett figyelni ott hátul, azért nem én voltam ugye elől, de én is nagyon figyeltem, hogy hol merre kell menni, de megoldottuk szerencsére. Sok minden adatot tudok már többek között az internetről is. 18,3 km volt a távolság, és nagyjából másfél óra. Még nem is beszéltünk eddig erről, hogy egy ilyen maraton táv az ennyi időtartamot is kíván. Mennyire fáradnak el ilyenkor a versenyzők? Edzésen többet is szoktak evezni, tehát elméletileg ki kell, hogy bírják. De nyilván ez egy verseny, és ilyenkor jobban elfáradnak, mert koncentrálnak, tehát nem csak fizikailag fáradnak el, hanem fejben is, főleg, hogyha szorosabb mondjuk a verseny, vagy van miért izgulni. Hát kimerítő, de nem ritka az sem, hogy valaki duplázik, tehát egyest és párost is megy, és másnap is meg szokták tudni oldani. Azért ide már olyan versenyzők kerülnek, akik az jól felkészültek, tehát ettől nem dőlnek ágynak, hogy leveztek 18 kilométert. Tibor, hogyan tudta követni a versenyt? Ott nem tudom, volt valami helyszíni közvetítés, de látta azt, hogy Evelinék hol vannak, merre mennek? Igen, volt egy óriás kivetítő, amin az interneten is követhető volt élőben a verseny, és felvételről a mai napig a YouTube-on megtekinthető, mind a négy versenynap. Ezt is tudtuk nézni, és ez tényleg olyan sziget volt, hogy körbe elveszték, tehát voltak olyan pontjai, amit mondjuk futva is el lehetett egyikből a másikba jutni, vagy hidaknál, vagy a kiszállásnál, beszállásnál. Tehát még az elején ott én inkább a kiszálló résznél voltam, az edző kollégám Petri Tamás, ő pedig magánál a futószakasznál, hogyha kellene valami segítséget nyújtani verseny közben, akkor azt ott lehet szabály szerint. Tehát ő pedig ott volt, és akkor ott tudtunk még esetleg instrukciókat adni nekik, például, hogy evezzenek, technika, mert láttuk, hogy verseny közben nem, mondjuk az egyikőjük nem úgy evez, ahogy mi szeretnénk, akkor én be tudtam kiabálni, hogy mire figyeljenek. Tehát így végül is minden körben egyszer legalább kapcsolatba tudunk velük kerülni. Korábban beszéltünk Tiborral erről a bizonyos kiabálásról, hogy az edző hogyan kiabál, de a versenyző azt nem biztos, hogy hallja. Hát a síkvízi versenyeken már rájöttem, hogy az edző a saját megnyugtatására kiabál, mert ritka az, amikor azt mondja a versenyző, hogy hallotta és fel is tudta használni. Általában reketre kiabáljuk magunkat, egy hétig nem tudunk megszólalni, és akkor mindig mondják a futam után, hogy nem hallottam semmit. Úgyhogy én már nem is szoktam annyira kiabálni, mert rájöttem, hogy teljesen fölösleges, úgy is tudják, hogy miért mentek le. De egy maratonversenyen itt tényleg lehet még, azért itt másfél óra, itt van mire odafigyelni, meg nem azt kiabáljuk, hogy hajrá, húzzál bele, mert azzal nem sokra megy, hanem konkrét tanácsokat adunk nekik, hogy mit csináljanak, hogy szálljon ki, hogy szálljon be, hogy evezzen, tehát itt azért van értelme. Kérdezem mind a kettőjüktől, hogy hogyan is élték meg a versenyt. Először Evelintől, no, mesélj. A rajtról talán nem érdemes beszélni, ám bár a felvételen azt láttam, hogy egészen jól indultatok, talán az első helyen is voltatok egy darabig. Hogy élted meg? Ez a másfél óra nekem iszonyatosan hosszú időnek tűnik. Igen, a rajtunk az most meglepően nagyon jól sikerült. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyot tudunk rajtolni, de szerencsére jól sikerült. Utána ott a másik magyar párossal összecsatlakoztunk, és mentünk velük így az első bolyba. Csak az első körben volt egy híd, amikor mi nekünk nagyobb ívre ki kellett menni, és ott sajnos leszakadtunk, mert akkor pont volt egy robbantás, és már nem tudtunk velük tovább menni. De utána is tovább nagyon sokáig kellett hajtani, mert jöttek mögöttünk a kínaiak.
Utána viszont ők leestek, lecsúsztak, és a csehek jöttek be, azt hiszem, harmadiknak, de én végig izgultam, nehogy utolérjenek. Végig kellett hajtani, és persze azért üldöztük az előttünk lévő magyarokat is. Úgyhogy szoros volt azért, végig izgultam ott a hajóba is, meg végig. Úgyhogy... Hol érezted azt, hogy na most nagyon fáradt vagyok? Sok van még, de most fáradt vagyok nagyon. Úgy talán a harmadik futás után, ott nagyon volt egy holdpontom, ott azért kellett volna az erő is szerintem, mert pont akkor közeledtek talán a csehek, de szerencsére ott az Esztivel összekapartuk magunkat, és bele tudtunk húzni. Segíts már nekem valamiben. Láttam egy olyan fotót, ahol egy fiatalember, tehát nem a ti csoportotokban, egy fiatalember kiszáll a stégre, és kiönti a hajóból a vizet. Ez most véletlen volt, vagy hogy víz került a hajóba, vagy ez rendszeres, hogy ki kell tisztítani a hajót? Mi újság van ebben? Lehet, hogy azért öntött, mert nem volt jó a pumpája, vagy olyan, hogy nem rakott bele pumpát, vagy nem tudom, és akkor teli megy a hajó vízzel, és akkor kell önteni, ugye, hogyha nem tudja kipumpálni az ember. Beszéljünk akkor az ellenfélről, a rendesi eszterékről. A végén mi volt? Közelükben voltatok? Nem volt nagy a távolsága a két magyar hajó között, nem tudom, egy-két perc lehetett. Közelükben voltatok, próbáltatok erősíteni, hogy azért az EB után itt azért legyen már meg a ti aranyotok. Hát próbáltunk közeledni, de nagyon erősek voltak. Hát hoztuk azt a VB válogatós formát. Hát nem tudom, igazából tényleg nagyon erősek voltak, és hát ennyit tudtunk magunkból kihozni. Mi van a beérkezéskor? Ott van taps, meg egy kurjantást is hallottam a tévé közvetítésen. Mennyire vagytok ott elfáradva? Tehát úgy érzed, hogy na itt most meghaltam, vagy egész jó volt a vége? Hát én nagyon elfáradtam. Már alig bírtam kielvezni szinte az eredményhirdetésre. De van, amikor nem fárad el az ember, vagy nem annyira, hogyha mondjuk én az EB-n mondjuk annyira nem, mert ott ugye nem kellett akkorát finiselni, és ugyannyira azért nem fárad, de most nagyon azért végighajtottam az egész versenyt, és azért eléggé elfáradtam. Mikor beértek, ott láttam, megfogtátok egymás kezét. Mondtok ilyenkor valamit, vagy csak nyögések vannak? Hát most nem mondtuk semmit, most alig bírtunk megszólalni, csak így megfogtuk egymás kezét, és akkor így örültünk. De megszólalni nem tudtunk. Tibor, kívülről mit látott, hogy látta, hogyan zajlott? Igen, a rajtjuk az tényleg nagyon jó volt, az látszik a felvételeken is, hogy egy darabig elsők, aztán a másik... Magyar... Volt egy drónfelvétel is, igen. Ott jól lehet. Igen, azon látszik, hogyha esetleg a vágóképekben látszik, ők fölülről az ötödik páros, és a rajtban elől vannak, a másik magyar párossal egy vonalba, vagy egy picit talán előttük, a magyarok előtt, és aztán mikor összetalálkozik a két boly, akkor már ők, tehát a mi versenyzőink Evelinék ültek be oldalvízre, és a rendesi esztiék vezettek. Még annyit erről, hogy ugye a mi párosunk, a Evelin meg Eszter Európa bajnokok, és hogy gondolhatná valaki, hogy akkor a világbajnokságon is nekik kellene nyerni, de ez a másik páros, ez a rendesi Eszter Kőhalmi Emese páros, ők nem indultak az Európa bajnokságon, ők síkvizen világbajnokok mind a ketten, egyesben is, párosban is, négyesben is, és ők annyival jobbak az egész világnál, hogy mondjuk 500 méteren 5 másodperccel verték meg a mezőnyt, és itt a Evelinék kilométerenként kaptak tőlük 5 másodpercet, tehát azt mondhatjuk, hogy bármilyen összeállítású párost a világon meg tudnának verni Evelinék, kivéve ezt az egyet, de ez két annyira világklasszis kajakos, hogy ők már szerintem a felnőttek között is megállnák a helyüket, és ugye azt ne felejtsük el, hogy Evelin még serdülő, ők meg már ifik. Hát a kínaiak voltak egy kicsit meglepőek, meg egy darabig még majdnem azt mondom, hogy félelmetesek is. Ugye nem ismertük őket, annyira eleve nem is tudjuk megkülönböztetni a kínai versenyzőket, meg nem is jellemző, hogy ők ilyen európai versenyekre eljárnának, és ők ott az elején ott voltak. És ahogy rájuk néztem, hát mondjuk kétszer akkora volt a tolóember, mint Evelin, és kb. 30 évesnek nézett ki.
Nem tudom amúgy hány éves volt, de... Egy junior VB-n. Hát én utána mondtam Evelynnek, hogy én ezt a hátsó embert láttam a férfi páros mezőnybe előlülni. Körülbelül úgy nézett ki, mint ott, aki előlül. Tényleg látszik a képeken, hogy nem egy kategória, és ők az elején elég jól is eveztek. Aztán hál' Istennek kipukkadtak, és nem, utána már nem jelentettek olyan nagy veszélyt annyira, hogy már a csehek is utolérték őket, de az izgalmas volt, és hogy mennyire nem lefutott egy ilyen verseny, hiába, hogy mondjuk körülbelül másfél perc volt a két magyar hajó között, az is látszott a felvételeken, hogy a rendesi Eszter, ő folyamatosan nézett hátra. Tehát ő tartott attól, hogy utolérik őket az Evelyn féle páros, tehát a másik párosunk, és segítettem nekik a végén a riportban fordítani a kérdéseket, válaszokat, és kérdezték, hogy mikor tudták azt, hogy megnyerték a versenyt. És azért tényleg ilyen nagyon sokszoros világbajnok lányokról beszélünk, és gondolkodás nélkül rávágták, hogy amikor beértünk a célba. Tehát, hogy ők akkor tudták azt, hogy megnyerték. Ők sem gondolták azt menet közben, hogy ez már megvan, hátra lehet dőlni, hanem folyamatos menekülésben voltak a mi párosunk elől. Hogy ítéli meg ez a rendesi Eszter, illetve a párjának sajnos nem tudom a nevét? Ezekből lesznek világbajnokok? Tehát ha tovább kitart a lelkesedés, a szorgalom, a tehetség az megvan? Igen, Kőhalmi Emesének hívják a párját. Hát én remélem, hogy a füredi lányokból is lesz, mert azért még csak 16-17, még nem is 18 évesek, még bármi állhat előttük, bármelyik füredi lány előtt is, de az tény, hogy ez a két lány meghatározó a itthon egyértelműen, a világot is leiskolázzák, egyesben is, párosban is, és még egyszer mondom, ők már a felnőttek között is megállnák a helyüket. Jövőre, most beszélgettünk az edzőjükkel, jövőre meg is fogják próbálni a felnőttek között is. Evelyn is 16 évesen? Nem, itt arról a két lányról beszélek, hogy ők, mondjuk ez nekünk jó, mert akkor ifiben talán kevésbé fognak szerepet kapni, hogy ők már a felnőttek felé kacsingatnak. Nem, hát Evelyn még jövőre is ifi, azután is ifi, szépen járja a maga útját, nem kell még ezzel kapkodni. Nem tudom, össze lehet-e Evelyn, illetve a társának a teljesítményét korábbi eredményekkel összehasonlítani? Tehát egyrészt vannak-e hasonló eredmények, meg lehet-e viszonyítani esetleg, hogy fejlődtek, hogy még jobban összeszoktak, hogy ez egy folyamatosan fejlődő páros? Az biztos, hogy ők most az egyik legösszeszokottabb magyar páros, mert ők tavasz óta folyamatosan együtt eveznek. Hál' Istennek az első pillanattól kezdve össze is passzoltak, tehát nem volt kérdés, hogy tanítani kell őket, hogy együtt evezzenek, vagy valami hasonló, hanem ahogy beültek a hajóba, tökéletesen működött minden. Alkatra, súlyra, ez egy hatalmas nagy szerencse, véletlen, hogy így egymásra talált a két lány, vagy a edzők segítségével, igen, az edzők segítségével egymásra találtak, és teljesen nagyon jól működik minden közöttük, és egyesben, hát szinte hajszál pontosan egyformák. 1000 méteren másodpercre ugyanannyit mentek az idén szinte minden versenyen, max. Egy másodperc van közöttük. Most a maraton válogatón ment Evelyn először egyest, ifi egyest, az augusztusi VB válogatón, ott Eszter végzett előrébb, de amíg Evelyn ott volt a bolyban, addig teljesen az összes lányjal ő is versenyben volt, csak egy beszállásnál megmerítette a hajóját, és ugye ezt a többiek észrevették, ezért úgy csináltak, hogy neki ne legyen túl jó, és akkor lemaradt. A vízöntésre pedig visszatérve, mert ugye ez kívülállóknak nem egyértelmű, maraton versenyen egy pumpa van a hajóban, a lábtámaszon, úgy működik, mint a motorcsónaknak a benzinpumpája, egy gumicső, szelepekkel ellátva, és ők evezés közben a lábukkal tapossák ezt a pumpát, és ez szépen kiszivattyúzza a hajóból a vizet, ezért a profik nem öntenek. Aki önt, ott vagy valami technikai hiba van, vagy nem elég jó. A pumpáról már hallottam, mert már tett nekünk említést róla, de nem tudtam, hogy ennek ilyen összefüggései is vannak, hogy elromlik a pumpa, és akkor ki kell önteni a vizet. Evelyn, egyéb élmények, most már, amikor a versenynek vége volt, volt-e még egy kis idő, szabad idő, szétnézni, lazulni egy kicsit? Igen, volt. Tűbácsékkal felfedeztük az óvárost is, és ott is körülnéztünk. Nagyon szép volt az a része is. Teljesen más volt a kettő. Látszódott, hogy volt egy modern város, és volt ez a nagyon régi Kína.
nagyon szép volt, tényleg szét tudtunk nézni, volt idő, úgyhogy... Valami szuvenírt hoztál hozzá az ajándékon, a nyereményen kívül? Igen, hoztam. Mit? A családnak hoztam egy ilyen étkészletet, ilyen kínai étkészletet, illetve mamámnak hoztam egy szép kínai legyezőt. ezt hoztam. Amit kiteszel a falra, mert másra nem biztos, hogy használod. Igen, igen. ennyit hoztam. Meg csokikat, nagyon sok csokit. Édesszájú vagy egyébként? Igen, az vagyok. Akkor aki édesszájú, az mindenhol megtalálja a csokoládét. Igen. Aztán kiderül, hogy az jó csokoládé vagy kevés. Igen, még nem kóstoltam meg, remélem jók lesznek. A másik edzővel volt-e ideje mondjuk a repülőúton értékelni, beszélgetni? Hát igazából nem, már egész nyáron beszélünk a párosról, tehát most különösebben a versenyt nem értékeltük. Hát megállapítottuk, hogy mennyivel kaptak ki, hogy igazából kihúzhatjuk magunkat, mert biztos, hogy a világ második legjobb párosa volt ebben az évben a miénk. Senki nem mondhatja azt, hogy szerencsésen sikerült ez, vagy véletlen, mert megbizonyították kétszer, háromszor, jobban mondom, négyszer. Magyar bajnokság, VB válogató, Európa bajnokság, világbajnokság, ebből kettő győzelem, kettő második hely. Amikor másodikok lettek, akkor mindig ettől a világklasszis párostól kaptak ki. Úgyhogy ennyit beszéltünk, meg hát nyilván azt, hogy majd jövőre is mennek, de még azt se tudjuk, hogy lesz a válogatás, még nincs meg a felkészülési program, még a kapitány nem írta le, nem adta ki. Azt tudjuk, hogy Magyarországon, Budapesten lesz az Európa-bajnokság, biztos, hogy nagyon sokan szeretnének majd indulni, úgyhogy erős ellenfelek lesznek, más egyesületekből, biztos, hogy itt klubon belül, még a mi kis mini csoportunkban is van, ugye Adél, aki majd szeretne indulni, úgyhogy ez verseny volt, mindegyik csak egy verseny, mindegyik csak addig tart, semmit nem jelent, ezt Evelin is tudja, ezt viszont megbeszéltük. Ez nem jelenti azt, hogy jövőre ingyen lesz bármi. Tehát mindenki dolgozik, nekünk is nagyon dolgozni kell, és akkor talán semmiféle garancia nincs semmire. Ez nekem nagyon szomorú, tehát egy sportolónak vége van a verseny, örülj neki, és aztán gyerünk, holnap meg gyere edzésre? Szerintem nem szomorú, mert hogyha úgy működne a dolog, hogy ilyen matematikai alapon, vagy örökre adnának valamit, akkor ebben nem lenne semmi izgalom, meg nem lenne semmi motiváció, meg kihívás. Itt épp az aktuális bajnokot akarja mindenki megverni, mindenki a helyére akar kerülni, ezért mindenki dolgozik, senki nem tudja, hogy mi lesz az eredmény. Sokszor igazságtalan is a sport, olyan értelemben, hogy valaki mindent megtett és csak 8. lesz, mert nem volt szerencséje, mert beteg volt, vagy minden összejött, de heten, másik hét is mindent megtett, és jobbak, egyszerűen csak jobbak. Ezt el kell tudni fogadni, emelt fővel kell nyerni és veszíteni is. Szerintem a sport mindenre megtanítja az embert. Még egy kérdés Evelin teljesítményével kapcsolatban. Van-e olyan dicsőségtábla, vagy leírva, hogy kik eddig a legjobbak az egyesületben? Katona Gergelyt szokták nekem emlegetni, hogy talán ő volt világbajnok. Akkor Evelin most a második ezen a listán? Nem csináltunk ilyen dicsőségtáblát, de úgy fejben megvan azért. Hát én nem állítanék rangsort. Gergő olimpiai számban lett világbajnok, az biztos, hogy még ilyet más nem ért el. De pont ugyanezt, amit Evelin elért, ezt Molnár Bence is elérte. Maratonon Európa bajnok volt, és ugyanabban az évben világbajnoki második volt. Tehát már ilyen is van. Ugye Kulcsár Csengét se felejtsük el, aki 504-esbe olimpiai távon lett Európa bajnok, és maratonon Európa bajnoki második Evelinék mögött Párdi Vikivel. Evelin eredménye is nagyon jók, ugye egy Európa bajnoki cím, egy világbajnoki második, méghozzá van egy ORV érme, de ORV bronza, de az ORV-n aranyérmet nyert Fülöp Fatime, Kulcsár Csenge, Pető Adél. Tehát, de jó, hosszú a lista. Isten, és még lehet, hogy hagytam is ki, és akkor elnézést a versenyzőktől, ha valakit kifelejtettem volna. Még a régen Lex Gabi is nyert olimpiai reménységek versenyét. Tehát hál' Istennek sok versenyzőnk volt, és én nem mondanám egyikre se, hogy jobb, mint a másik, mert mindenki a saját mezőnyében hozta azt, amit tudott, a maximumot. Mindegyik sokat dolgozott, nincs közöttük különbség. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, a nyilatkozatot, és gratulálok természetesen a nézők nevében is mindkettőjüknek, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Thank you.